Így nyitották meg hivatalosan is a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozatát. Idén Székesfehérvárnak jutott a megtiszteltetés, hogy a program országos megnyitójának otthont adjon. Mint Szőcs Géza, a kultúráért felelős államtitkár mondta, a helyszín megválasztásakor az volt a szempont, hogy az minél több nemzeti kulturális értékkel rendelkezzen. És ha valahol vannak ilyen értékek, akkor Székesfehérvár meg annyi történelmi és nemzeti emlékével a lista elején van. Ezért rendezték itt a megnyitó ünnepséget. Az a historiai és kulturális értékfelhalmozás, amely Székesfehérvár nevéhez köthető, ez volt a döntő szempont, a döntő argumentum ebben a kérdésben. Mint a város polgármestere dr. Cserpalkovics András mondja, nagy megtiszteltetés ez a királyok városának, de egyben kötelezettség is, arra felhívva a figyelmet, hogy a város olyan értékeket őriz, amiket az itt élőknek felelőssége és kötelessége ápolni. Az, hogy a megnyitót itt tartják idén, méltó előkészítése a 2013-as emlékévnek is. Székesfehérvár történelmi fővárosaként Magyarországnak büszke erre az örökségére, de érzi azt a kötelezettségét és felelősségét is, ami ennek az örökségnek az ápolása kell, hogy jelentsen. A megnyitó ünnepségen hirdette ki a Nemzeti Erőforrás miniszter dr. Réthei Miklós az idén a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére felkerült új elemeket. Ezeket hosszú listából választják ki évről évre. Idén a mendei pünkösdi templom díszítés és a bói húsvéti Emmaus járás hagyománya mellett egy fehér megyei szokás is felkerült ezen listára, a mohai tikverőzés. Tavaly 11 tétel került be, idén 3, ez évről évre megy, és azt hiszem az esélyeket maga az érték, és a közösségnek a kezdeményezése és az összefogásnak az ereje, súlya fogja a továbbiakban is meghatározni. A Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében a városban 14 helyszín várja az érdeklődőket. Varga Tamás, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, a most megújult megyei levéltárat emelte ki ezek közül, sokat látott falai és impozáns jellege miatt. Nem ok nélkül állított a Rosti Zsigmond hajdani főlevéltárnak, hogy a levéltár megyénk legnagyobb kincse. Az egyháza kezdetektől fogva kitüntetett szerepet szánt a művészeteknek, mégpedig a megváltás változtathatatlan üzenetének közvetítése. Spányi Antal megyés püspök az egyház és a művészet kapcsolatáról beszélt. Mint mondta, igényünk van az embereknek a művészetekre, hogy ki tudjanak kicsit lépni a mindennapokból. Hivatalosan is elindult tehát a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. Székesfehérváron 14 helyszín várja majd az érdeklődőket, köztük itt a Városház téren is, ahol a Szellemi Örökség kulturális nemzeti jegyzékére felkerült hagyományok képviselői mutatkoznak majd be szombaton és vasárnap. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.